És akkor beszéljünk nagyon röviden, akkor az áru mozgató eszközökre. Tényleg néhány mondatot mondanák el, nem bonyolítanám túl. Hiszen a bolti eladó nem találkozik egyébként az összes targonca típussal, illetve az összes emelőgéppel, úgyhogy itt rövid leszek. Egyébként, aki kíváncsi a, tényleg az összes anyagmozgatógépre, hogy mik vannak, az megtalálja ugye a targoncás videóim között, illetve a raktáros elméleti videóim között az megtalálhatja a bővebb kifejtést. Itt ugye az eladóhoz nem kell túl sok minden, hiszen ők nem foglalkoznak túl sok mindennel, ilyen túl sok anyag és áru Úgyhogy ezért nagyon rövid leszek. Na akkor vágjunk is bele. Ugye vannak a kézi áru eszközök, ugye a kézi kocsi, kétkerekű targonca, és a molnárkocsi, Illetve vannak még hidraulikus raklapemelők, azaz békák, amit itt látunk a képen, ez a béka. Illetve van még a roli kocsi, ezt egyébként nagyon sűrűen használják a bolti eladók. Tehát egyébként ebbe is jön az áru, így összekomissiózva a központi raktárból ugye tele van áruval, ugye körbe van fóliázva, és ugye leggyakrabban a bolti eladók erről pakolnak le, ezt használják. Persze előfordul ez a sima kézi raklapemelő, hidraulikus raklapemelő, tehát béka. Ezt is azért használják, de egyébként ezt, ezt a targoncát ritka esetben használják a bolti eladók, hiszen ott az térbe nem nagyon mehet be. Persze van néhány cég, nem akarok reklámozni, ahol, ahol persze előfordulnak az ilyenek, de hát általában az a nagy kereskedelmi üzleteknél van. A kis kereskedelmi hát általában ez a kis béka jellemző az eladótérbe, hogy behozzák vele az árut, illetve ez a kis rollikocsi. De inkább ez az utóbbi, ami nagyon-nagyon jellemző és ugye van a gépi áru eszköz, tehát a targonca és a villás emelő ugye, de hát ez az, amivel nem nagyon találkoznak a bolti eladók. és így itt olvashatjuk, hogy mozgatásra a legtöbb üzletben a kézi kocsikat alkalmazzák léteznek három vagy négy kerekű változatban, a két kerekű más néven molnárkocsit rekeszek, ládák, zsákok mozgatására használják. Három és négy kerekű változat már rendelkezik rakodó felülettel és kiegészítető egy vagy több oldalon magasítóval oldalrácsor, ilyen például a rollikocsi. A rolikocsi előnye, hogy viszonylag kisméretű árakat egymásra tehetünk, anélkül, hogy leborulna. Tehát ez az előnye, hogy sok kisméretű árut egymásra pakolunk. Anélkül, hogy ez leborulna róla, tehát biztonságos. A rakodólapon tárolt áruk mozgatására szolgál, ugye a kézi emelővillás targonca, közismert nevén ugye a béka. Ez a hidraulikus vagy kézi emelővillás targonca. A kézi targoncának van motoros kivitele is, ugye a gyalogkíséretű, amit ezen a képen látunk. Ez is előfordul a aki bolti eladónak megy, hogy ilyen targoncával találkozik. De ezzel egyébként az eladó térben nem nagyon szoktunk mozogni, általában a hagyományosat, azt, amit lehet használni, de ilyen is előfordul, tehát ott hátul a raktárba belső anyagmozgatásra persze elektromosat lehet használni, és találkoznak is vele a bolti eladók, de inkább a hagyományos jellemző. És nagyjából szerintem akkor ennyi is lett volna ez az áromozgató eszközök, Röviden, úgyhogy további jó tanulást kívánok!